Azon gondolkodtam, hogy egy tornát tanítom ma, mert elég sokat ülünk otthon, nem nagyon tudjuk mozdulni kifelé. Otthon ülve, hogy lehet virkeringésünket serkenteni? Ugye mi tudjuk, hogy nagyon sok olyan pont van a tenyerünkön, ami nagyon-nagyon fontos a virkeringéshez. Ugyanaz érvényes a talpon is. Nagyon sok olyan pont van, azért mezítláb sítálni nagyon fontos, és dolgozni például nagyon fontos, mert amikor dolgozunk, ezeket a pontokat nyomjuk, és virkeringés történik. Szokott mondani, amikor egy színházban leül, időnként tapsolni. Vajon miért? Időnként egy kicsit így szondikálunk, akár egy előadás közben, és akkor a tapsol természetesen a virkeringés itt, mivel érintésbe jön. A virkeringés serkenti, és akkor felébred az ember, újra elevenedik a szervezetünk. Most ilyen egy tornát ülve otthon lehet végezni akármikor is. Mindössze 7 perc naponta. Én nem találtam ki, hanem ezt én megtanultam, orvosok mondták, mert elég sok ember most otthon ül a megszokott kerékvágásból, ugye elszakadva a helyzet miatt. Ezért kezdjük a tornának a magyarázatát, hogy hogyan kell csinálni. Most az első, leülünk így egy széken, vagy állva is lehet, de is most én ülve végzem ezt a tornát, és az első, hogy a kezünket így fogjuk, és elkezdjük távolítani, és fogni így, a jobb kéz, és így ötögetni. Tehát 30 másodperc próbáljuk egy ritmikusan ötni. Jó erősen, kicsit fájni fog, de az nem baj. Így ötni. 30 másodperc. Azután így, és újra. Tehát ez az első. 30 másodperc. Így kettő együtt, egy perc. Amikor az végzi, akkor következő így fogjuk a kezünket is így a tenyerünket, és így üssük. 30 másodperc. Ez így egy ritmikusan menjen ez a ütés. És azután természetesen 30 másodperc, jobb kezet, így bal kézzel üssük. És akkor már 2 perc. A harmadik, így hozzuk a kezünket, és próbáljuk, hogy ezt, ahogy tapsolunk, akkor legfontosabb, hogy ezek a részek érintsenek, de egészen a kezünk, tehát így. Ritmikusan egy percet így kell tapsolni. Tehát ez egy perc, körülbelül lehet számolni, ha ritmikusan csinálunk. Akkor mi most 3 perc. Azután összekölcsoljuk a kezünket így erősen, és próbáljuk így. 1 perc. Jó, erősen. És ha az 1 percet erősen így végzi az ember, addig már lehet érezni majdnem 2-3 kilométer síta után, hogy iszad az ember, úgy iszad. Tehát jól lehet érezni. Tehát akkor most 4 olyan mozdulatot végeztük. Az első, 1 perc együtt. Ez a második, 1 perc. Ez a harmadik. Az 3 perc, tehát 1 perc, 1 perc, 1 perc, és ez is 1 perc, akkor 4. A következő 1 perc, így. Itt a kéznek oldalát jó erősen kell ütni. Az meg az 5. 1 perc. Azután fordítjuk így, ez a 6. 1 perc. Így, erősen. Így 6 perc eltelt. A 7. az utolsót, amikor végződik, akkor így kell fogni, és így kulcsolni kell, és így. 30 másodperc, jó erősen, és ugyancsak 30 másodperc. Így 7 mozdulat után egy kicsit leül az ember, és érezni lehet az egész testemen, a testünkön folyik a vér, még jobban. Ezt gyakoroljátok meg, és próbáljátok magatoknak. Biztos vagyok benne, hogy ez erősíteni fog az immunrendszert is. Ez nem azt jelenti, hogy ebben a helyzetben nem szabad más
intézkedéseket tenni, mint maszk, mint távoltartás, mindezt be kell tartani. Ez egy hozzájárulás ahhoz, hogy vérkeringés azért fontos legyen, mert ez egyik legfontosabb, hogy a vérkeringés jól történik, akkor egészséges az ember. Tehát még egyszer mutatom gyorsan a 7 mozdulatot. Mindkettő együtt 1 perc. Az 1 perc, így 2. Az egészen 1 perc, az a 3. 1 perc, az 4. 1 perc, az 5. 1 perc, az 6. Meg a 7. 30 másodperc, 30 másodperc. Még egyszer gyorsan, hogy világos legyen. Tehát a 7 mozdulat, kicsit gyorsabban meséltem, de lehet azt végezni nap, mint azután egy kicsit maradni csendben, lélegzésre koncentrálni. Összesen egy 15 perc, ha tudjatok naponta tölteni ezzel, nagyon sok vérkeringéssel járó problémát meg lehet oldani. Köszönöm szépen, jó tornát kívánok mindenkinek!